Sziasztok sportársak! Üdvözöllek titeket a mai videóban! Ma nem az étkezésről, nem táplálkozásról, nem sportról fogunk beszélni, hanem egy magánéleti témakörről, ami vagy már érintett mindenkit, vagy érinteni fog a jövőben, és ez nem más, mint az ingatlanvásárlás témaköre. Érdemes-e saját ingatlant vásárolni, vagy nem? Igen, ez nem a sporthoz fűződik, viszont ez a csatorna nem csak sportról beszél, és nem csak sporttal kapcsolatos, hanem önfejlesztés, élet, néha magánéleti témákra is kitérünk. Ugye ezek a klasszikus természetjárós, beszélgetős, filozofálgatós videók, amiket szerettek, és nézzétek el nekem, hogy most nem a természetben járok, ugyanis nagyon hideg van, és szeretném megőrizni az ujjaimat, úgyhogy ezt most így fogjuk elvégezni, megcsinálni és beszélgetni, de hogyha esetleg valakinek hiányzik az erdő zaja, a bagyok huhogása, akkor ezt utólag alá tudom keverni, úgyhogy ezt írjátok meg, hogyha esetleg hiányzik. Szóval az Instagramon tettem fel a múlt héten ezt a kérdést, és meglepően konstatáltam, hogy nagyon sokatokat érdekel, ugyanis feldobtam szavazásra, úgyhogy itt a várva várt videó róla. Előre bocsátom, hogy amit én mondani fogok, az csupán az én véleményem ez nem fekete, nem fehér, nem igaz, nem hamis, és nem ez a járható út, és ez az egyetlen igazság, amit mondani fogok. Hogyha nem ez az első videó, amit tőlem látok, akkor tudjátok nagyjából, hogy milyen a világnézetem, és tudjátok azt is, hogy általában hosszú távon szoktam gondolkodni. Hogyha ingatlan vásárlásról beszélünk, akkor ugye nyilvánvaló, hogy ez az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb vásárlás, ami egy egyén vagy család életében bekövetkezik, vagy megtörténik. És hogyha ingatlan vásárlásra gondolok, akkor megpróbálom magam elképzelni 20-30-40 év múlva. Milyen életet szeretnék élni, hol szeretnék lenni, és hogy ebbe a képbe, a nyugdíjas éveimbe, hogy illik bele egy ingatlan vásárlás, illetve hogy érdemese 50, 60, 70 évesen ingatlannal rendelkeznem, vagy nem. Az én elsődleges megközelítésem, illetve hozzáállásom az, hogy az élet tele van a rizikófaktorokkal. Az életünk folyamán mindenki vállal a rizikót, valaki többet, valaki kevesebbet, még a legkonzervatívabb hozzáállású ember is, mert egyszerűen vannak az életben olyan dolgok, amikkel nem tudunk számolni. Egy baleset, illetve például, ha csak abból indulunk ki, hogy elhatározzuk, hogy mely területen szeretnénk tovább tanulni. Ugye ezzel is egy rizikót vállalunk, ugyanis nem tudjuk azt, hogy mire elvégezzük az iskolát, plusz ahhoz a szakmához gyűjtünk még mondjuk 5-10-15 év tapasztalatot, és gyakorlatilag mire kicsúcsosodhatnánk teljesítményben és tudásban a szakmánkon belül nem biztos, hogy lesz rá kereslet. Lesz arra kereslet, amit tanultunk, és amiben annyi időt fektettünk. Tehát ez is egy olyan rizikó rendszerben, amivel egyszerűen meg kell birkoznunk. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem tanulunk semmit, vagy nem azt jelenti azt, hogy akkor most görcsölünk, és egyszerűen egy helyben toporgunk. Nem, választunk egy olyan irányvonalat, amiről azt gondoljuk abban a pillanatban, vagy a meglévő tudásunkkal és tapasztalatunkkal, hogy majd a jövőben ez nekünk ki fog fizetődni. Viszont vannak olyan rizikófaktorok, amik kívülről jönnek, és mi választjuk őket. Ilyen mondjuk nagyon szélsőséges példa az, az orosz rulett. Ugye ott is az esélyek mellettünk szólnak, rövid távon, viszont hosszú távon nem, és ez egy olyan rizikó, amit nem érdemes felvállalni, mert hogyha beüt a krak, akkor onnantól kezdve nem játszunk tovább. Oké, talán egy kicsikét fura felvezetés volt az ingatlan vásárlással kapcsolatban, de én ebből a szempontból közelítem meg, és számomra az ingatlan vásárlás is ebbe a rizikóvállalásba tartozik bele, és ebbe a jövőképbe, vagy az általam felvázolt jövőképbe. Tehát, hogyha elképzelem magam 20-30-40 év múlva, az biztos, hogy valahol kell laknom. Tehát vagy lakbért kell fizetnem, vagy ingatlannal kell rendelkeznem. Nagy valószínűséggel, amikor öregebb leszek, tehát mondjuk 60-on felüli, akkor Csökken a munkaképességem, fizikailag biztosan. És keresztül dolgoztam egy életet. És hogyha már nyugdíjas vagyok, nagy valószínűséggel sokkal kevesebb vagy sokkal alacsonyabb a bevételem nyugdíj, mint amekkora a fizetésem volt. Tegyük fel, hogy az életem folyamán keresek X összeget, és erre az X összegre vagyok berendezkedve. Ez azt jelenti, hogy ha elköltöm ezt a pénzt, akkor már a hónapra élek, és nagy valószínűséggel, sőt, biztos, hogy a nyugdíjam az sokkal kevesebb lesz. Mondjuk ennek az X összegnek a 60%-a vagy a fele ez kinek mennyi, de az biztos, hogy sokkal kevesebb. És hogyha erre az összegre vagyok berendezkedve, hogyha ehhez szoktam hozzá és elköltöm, akkor nagy valószínűséggel öreg koromra szegénységre leszek ítélve. Amíg fiatal vagyok a teljesítő képességem csúcsán, addig kell kialakítanom ezt a szokást, hogy kevesebb pénzből élek, mint amennyit keresek, vagy többet igyekszem keresni, mint amennyi az életemhez szükséges. Vagy ennek a kettőnek a kombinálása. Hogyha lakásbérlésről, vagy lakásvásárlásról, vagy ingatlan bérlésről, ingatlan vásárlásról van szó, akkor érdemes megkérdezni magamtól azt, hogy mennyibe kerül bérelni egy ingatlant. Illetve mennyibe kerülne ugyanennek az ingatlannak, vagy hasonló méretű és hasonló helyen való ingatlannak a vásárlása. Mennyire valószínű az, hogy a főbérlő megemeli egyik napról másikra a lakbért? Én úgy gondolom, hogy ha közel azonos a lakbér egy hiteltörlesztéssel, akkor én nagy valószínűséggel inkább vásárolnék ingatlant, és törleszteném a hitelt. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen bérelni sokkal olcsóbb. Például mi is ebben a helyzetben vagyunk, hogy ugyan annak a lakásnak mondjuk a hiteltörlesztője, amit most bérlünk, az nagy valószínűséggel most minimum kétszer annyiba kerülne. Viszont, itt, Németországban nem emelheti meg a főbérlő a lakbért egyik napról a másikra, nem mondhatja azt, hogy felduplázza, mert a törvény védi a bérlőket. Tehát ebben az esetben, itt például nekünk Németországban, az, hogy ennyire alacsony a lakbér, és az, hogy viszonylag rizikómentes ez az egész, akkora összeget tudunk havi szinten félretenni, hogy egyszerűen nem éri meg most nekünk ingatlant vásárolni, mivel az ingatlan árak vannak szállva, és arra gondolok, hogy mi ennek a pénznek az alternatív költsége. Tehát arra gondolok, hogy ha most vásárolnánk egy ingatlant, akkor mit tudnánk kezdeni ugyanazzal a pénzzel? Hol tudnánk ugyanazt a pénzt effektívebben felhasználni. Nagyon sokan úgy tekintenek az ingatlanra, mintha befektetés lenne. Én nem úgy tekintek rá, hogyha saját célra vásárolnék ingatlant, mivel ez nem egy befektetés. Tehát, hogyha vásárolnánk egy ingatlant, az nekünk egy menedéket jelentene, fedelet a fejünk felett. Nem ellenőrizném, hogy mennyit ér az ingatlan ma, holnap, egy év múlva, öt év múlva, ugyanis laknunk mindig kell valahol. Tehát, lényegében én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami nem feltétlenül befektetés. Tehát az, az emberek. Többsége nem befektetést vásárol, hanem egyszerűen egy menedékhelyet, egy, egy lakhelyet vásárol. A másik fontos faktor véleményem szerint az, hogy ha bérlünk egy ingatlant, ott ugye nincsen a fix költségeken kívül extra költség általában. Gondolt itt arra, hogyha valami elromlik, akkor a főbérlőnek kell azt megjavítania, és nem kell nekünk saját zsebből fizetni, amíg mondjuk egy privát ingatlan helyzetében máshogy van. Persze a nagyobb költségekhez lehet biztosítást kötni, viszont nagyon sok dolgot saját zsebből kell fizetnünk, ami azt jelenti, hogy annak a pénznek valahol meg kell lennie készpénz formájában. Mi is nézelődünk az ingatlan piacon, viszont jelenleg ott van az egyik oldalról az, hogy mi az a ház, illetve milyen az a ház, amiben szívesen élnénk, és mennyibe kerül, és mi az úgynevezett opportunity cost, vagy alternatív költség, szerintem így hívják magyarul a közgazdaságban, tehát hogy ezért a pénzért mi mást kaphatnék, vagy hova rakhatnám ezt a pénzt, hogy többet kapjak, mint amit ezen az oldalon a házvásárlással vagy ingatlanvásárlással kapnék. Én úgy vélem, hogy most az ingatlanok irreálisan drágák, illetve a mi életminőségünkhöz nem adna hozzá most annyit egy, egy ház vagy ingatlan mint amennyit hozzáad szabadságban az, hogy mondjuk a, a likviditásunkat, illetve a szabadságunkat megőrizzük azáltal, hogy nem kötjük le ezt az összeget illetve, hogy olyan helyen van a pénz, ahol úgy gondoljuk, hogy hosszú távon sokkal nagyobb hozamot érhet el. Nem érdemes magunkat túlvállalni, gondolok itt arra, hogy nagyon sokan belevágnak egy ingatlan vásárlásba, és egyszerűen kimaxolják a törlesztőt, ez azt jelenti, hogy egyszerűen nincsen mozgástér már a, a fizetés és, és a költségek között, és az ember úgynevezett house poor lesz angolul, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem utazik, nincsen semmi hobbija, nem költhet semmire, mert egyszerűen a lakás vagy az ingatlanok a fenntartása és a törlesztője és a különböző fenntartási költségek, azok felemésztik a fizetés összességét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy így nem érdemes, mert az életet valamilyen szinten élvezni kell, és kell, hogy mozgástér maradjon, és én úgy gondolom, hogyha ezt a pályát követi az ember, akkor ez, ez, ez modern rabszolgaság az én szememben. Hogyha valaki tudja azt magáról, hogy egyszerűen könnyen kicsúszik a pénz a kezei közül, akkor én úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy hogy nem a legolcsóbbak az ingatlanok, éppen abban a pillanatban, hogyha ki tud alkudni egy jó törlesztő részletet, és, és a fizetése és, és az életszínvonala, meg a törlesztő között még van egy kis kis helye játéknak, tehát azt jelenti, van, van közötte még valamennyi, amit, amit esetleg félre tud rakni, akkor én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen érdemes hosszú távon megtenni. Én nem úgy vagyok összerakva, hogy ne tudnám úgymond a pénzt kezelni, illetve én szerintem az élet minden területén elég fegyelmezett vagyok, és, és ez anyagi téren is így van, úgyhogy én ettől nem félek, és amint mondtam, nekünk is ez a célunk hosszú távon, hogy, hogy házban éljünk, mert Megvan egy, egy, egy idilli kép, ahogy élni szeretnénk, illetve vannak olyan dolgok, amiket meg szeretnénk valósítani, és ehhez egy ház kell. Viszont, hogyha egy házvásárlás, vagy vagy akármilyen vásárlás limitálja a mi szabadságunkat, akkor egyszerűen nem fogunk belemenni egy, egy ilyen döntésbe, addig, ameddig kedvezőbbek nem lesznek a körülmények. Tehát ez a másik dolog, amit megtanultam az életem folyamán, türelem, fegyelmezettség, tervezés és, és türelem. Záró gondolatként mindenféleképpen megismételném azt, hogy hosszú távon szerintem érdemes ingatlanra költeni, mert mindenféleképpen laknunk kell valahol. Hogyha valaki nem olyan családba születik, a, akik megtehetik, hogy ingatlant adnak, vagy ajándékoznak, vagy valamilyen úton-módon öregkorunkra biztosítva van a lakhatás, tehát hogyha magunknak kell összekaparnunk a fedelet a fejünk felé, akkor én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy olyan dolog, amit be érdemes pénzt rakni, mert ezáltal csökkentünk bizonyos rizikófaktorokat, és öreg korunkra, amikor nagy valószínűséggel kevesebb a bevételünk, csökkenteni tudjuk az életünk költségeit is. További gondolat az, hogy a mi anyagi boldogulásunk senkinek nem lesz annyira fontos, mint nekünk. Tehát muszáj, hogy mi utána járjunk, muszáj, hogy mi a legjobb döntést hozzuk meg, és ne szervezzük ki másnak. Hogyha úgy van, akkor tényleg olvasunk utána, nézzünk utána, milyen adókedvezmények vannak, milyen feltételek, stb. számoljuk ki, és hogyha úgy van, akkor tényleg forduljunk akár tanácsadóhoz, viszont olyan tanácsadóhoz, aki lehetőleg pártatlan, és nem az a lényeg, hogy minél nagyobb jutalékot kapjon. hogy nekem ez a véleményem, ez a nézőpontom, erről lehetne naposzat beszélni, nem vagyok szakértő, tényleg Nekem az a fontos, illetve nekünk az a fontos, hogy az egyik oldalon ott van a szabadságunk, és ebbe próbáljuk valahogy beilleszteni majd a jövőben az ingatlan vásárlás. De hogyha az ingatlan vásárlás miatt fel kell áldoznunk a szabadságunkat, akkor ez nem fog megvalósulni. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy hol lesz a dolog 5-10 év múlva, remélhetőleg itt leszek még Youtube-on, Hogyha van ezzel a témával kapcsolatban észrevételetek, tanácsotok, amiket tanácsolnátok egymásnak, akkor kérlek, hogy írjatok kommentbe, és hogyha nagyon hiányoljátok tényleg a természet hangjait, a, a mezei egerek párzását és a fák susogását a háttérben, akkor a következő ilyen stúdió virtuális természetjárós videóban alá fogok majd keverni ilyen hangokat. Oké, sportársak, nem is akarom tovább húzni az időt, köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy velem töltöttétek az értékes időtöket, találkozunk a következő videóban, addig is produktív hetet kívánok nektek. Sziasztok!